Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cards Hun. Na és akkor belépünk az új IFC Mobile-ba, és megnézzük, hogy ma mit lehet tenni. Szépen betöltődik azért, van mit csinálni, és a kereten bőségesen kell fejleszteni. Nem is keveset, már pörög is az új játék. Napi belépésért természetesen most is kapunk cuccot. Azt mondja, hogy ez egy 20 000 coin, ami itt zsebünkbe landol. Nem túl sok, de talán hasznos lehet majd. Minél több coin kell most, főleg az elején, hogy lehessen játékosokat venni. Van egy-két posztot, amit én szeretnék fejleszteni a csapatomba. Úgyhogy nézzük meg, hát a questeknél ugye én már játszogattam itt reggel, úgyhogy meg tegnap este, úgyhogy rengeteg mindent kell csinálni. Illetve a fő esemény a Welcome to FC Mobile, a Bajnokok Liga, illetve a Challenge mód is pörög. Jelenleg ez a három van. Nézzük is a csapatot. Hát ott a Zapata, az Ocampos, a Tomori, az a Mega Cup de Villa, az, ami nagyon gyenge. Ezeken mindenféleképpen szeretnék fejleszteni, még a Fernandez se annyira jó. 82-vel a középpályán gondolkodok egy posztváltáson is, hiszen ott van Rodri, a 89-essel, hogy esetleg el kellene adni, még ezt kitaláljuk, az biztos, de a klubban még van mit fejleszgetni, illetve nagyon sajnálom, hogy Mukokót eladtam még az előző játékba, vagy hát így betörtem. Napi questeket gyűjtögessük be, rengeteg a napi quest egyébként, sőt, hetiek is vannak, és sokkal nehezebbek lettek egyébként, ha megnézitek, olyanok is vannak, hogy 6 meccset kell játszani, szóval azért vannak olyanok is, amik kifejezetten nehezen jönnek össze, vagy ha sok időt kell beletenni, de a rewardok is nagyobbak, illetve a store-ba szokásosan vannak itt mindenféle pénzért megvásárolható, FIFA pontért megvásárolható, illetve gemért megvásárolható pakkok, úgyhogy ebből bontsunk is egyet, nézzük ki jön. Dajom, gyere! Coin! Ja, 79-es, jó, akkor ezt így hagyjuk is, ez nem jött össze. Ugyanúgy lehet rengeteg FIFA Mobile, vagyis IFC Mobile pontot vásárolni, illetve ott az ingyenes csomag. Nézzük, ebből is jöhet jó, egyébként 85-ös, 5000 coin. Ja, és ennyi. Ez nem volt egy nagy eresztés. Van Bajnokok Ligás esemény kapcsán cseleket is, skill move-okat is szokásosan meg lehet vásárolni. Ez a része mit sem fejlődött a játéknak, illetve a Division Rivals-ért is majd jönnek cuccok. Gemeke is lehet szerválni, akár reklámnézéssel, mondjuk az se rossz egyébként, illetve gempeket is lehet szerezni, de én ezeket inkább ingyen szeretem begyűjteni, így is több mint 11 ezeret sikerült teljesen ingyen 0 forint ráfizetéssel szerválni, úgyhogy ezekből a gemekből meg azért majd lehet jó csomagot nyitni, csak beosztással kell élni, hiszen nem lehet egy nap az egészet elkölteni, mert nincs olyan csomag. Úgyhogy nézzük meg, menjünk vissza, hiszen kibontottuk az ingyenes csomagot, ezért meg már járnak azért napi pontok, úgyhogy ezeket meg be is tudjuk gyűjteni. Amiért viszont kapunk hát Star Pass pontot, ahol is nagyon fontos lesz majd a fejlődés. 13-as szint egyből pörög is, ezért is kapunk rewardot. De mondom, a Star Pass az, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen a prémiumot, ezt előző videóban egyébként ezt lehagytam, hogy a prémiumot is megkapjuk, ezt nem vettem észre, csak utólag, mert ti is mondtátok nekem. Pörög a 14. szint. Jó, mert rengeteg új felállást ki tudok oldani, úgyhogy ezeket is majd érdemes lesz átnézni. 200 darab gem, ez nagyon szuper, illetve itt is a napi bontásért is kapom a cuccocskát. Oké, na mi van még, az a fő kérdés, mert itt alul a csapat építésért ezekért rengeteg gemet, elképesztő sok challenge-et, meg mindenféle kihívást teljesíteni kell, 1000 gemes pekkeket oldok ki most azért, mert csak azért, mert 86-os a csapatom. Ezek is óriási ajándékok szerintem, amikkel úgy szintén lehet tovább fejleszteni a keretedet, ami mondom most így az elején szerintem egészen fontossá válik, hogy hogyan indítod el a játékot. Gerardon nyomjunk egyet, nézzük meg, egy kis training pont az azért elég király, sajnos még ugye nincsen rank up pontom, tehát azt még nem tudjuk fejleszteni, de talán ugye az elején, most indult a játék, ez nem is annyira prioritás, úgyhogy menjünk is vissza a keretbe, nézzük meg még kit lehet fejleszteni a Hierón, és akár tolhatunk egy picit, hát ha ezzel teljesítünk valamilyen questet a trainingnél, itt ugye több szintet is be lehet lőni, 5-ös szintig tudjuk egyenlőre felhúzni a játékosokat, lehet, hogy ezt majd mindegyiknél meg kellene csinálnom egyébként. Rankáp ugye itt írja is, megpróbálnám, de
sajnos nem sikerül, nincsen még rankápont, ez majd úgy érzem, hogy később válik kioldhatóvá, és majd akkor lehet fejleszgetni. Head-to-head meccsér is, Road to Glory packet, meg rengeteg cuccot lehet itt is. 69, ha megnézed, 69 kihívást kell teljesíteni, questet, és utána feloldódik egy mez, meg 10.000 gem, azért az mondjuk eléggé brutális mennyiség, és abból is majd ugye lehet bőségesen költeni, de itt is hozzám dobálja konkrétan a 100.000 coinos pekkeket, ami úgy szintén nagyon jó, 200.000 coin, jön itt ezerrel a sok pénz, amit majd szerintem el is fogunk költeni ebben a videóban, de azt majd egy picit később. Itt a manager módot meg a versus attackot kellene még tolnom, ezt mindenféleképpen videón kívül majd csapatom ezerrel. Na most úgy állunk, hogy 4 milliónk van, 15.000 gem, és nulla FC Mobile pont. Nézzük meg a store-t, a transfer részt, mert itt azért vannak eléggé jó játékosok, ha megnézitek, rengeteg 90-es, meg minden, és eladásokkal is, ezek mind duplák, aki ez a Tomori duplában nyitottam, úgyhogy ezeket el is adtam szépen, úgyhogy már 5 millió fölött vagyunk pontokban. Na de nézzük meg az én játékosaim közül, kit lehet majd eladni, mert ezen is el kell gondolkodni, hogy itt eladok pár játékost, illetve itt keressük ki a magyarokat, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy hazánk ugye mégis milyen játékosokkal rendelkezik, mert szeretnék valami magyart a csapatba. Azt, hogy Szoboszlai, Puskás, ilyesmi, azt nem tudom, ez a Puskás, ez elképesztően durva, nem is annyira drága szerintem. 9 millióért az, hogy 92-es, az félelmetes a tudása, de annyira nem is vészes az ára, mint korábban, nem milliárdokba kerül. Szoboszlai már fele ennyit, tehát ez is bőségesen megfizethető, a picit gyűjtögetsz, már meg is tudjuk venni egyébként Szoboszlait, akinek amúgy 80-as statja van a legtöbb helyen, rengeteg tréttel rendelkezik, de nem biztos, hogy ő lesz a befutó, mert a Puskás iszonyatosan tetszik, ez egy óriási álmom volt az előző részben is, nagyon sokat használtam a Puskás lapokat, illetve most is ez a célom, hogy Puskás Ferenc azért valamilyen formában, ha már van így kártyája az egyetlen magyar ikonnak, akkor azt ki is akarom használni. Egyébként rengeteg magyar játékos itt van, még Hegyi is benne van, ilyen bronzos lappal, de ott van Dibus, Sallai, szóval ez is rendben van. Megnézhetünk akár egy Ferencvárost is, hiszen a magyar liga ilyen egycsapatosan benne van, úgyhogy ki se kell választani. A Fradit itt van egyébként, Cristian Ramirez, Traoré, Zakariasen, tehát aki akár egy Fradit össze akar építeni, arra is megvan a lehetőség logóval, mezzel, mindennel együtt. Lisztes is ott van, 64-essel, nagyon olcsó, ez egy 200-300 000 coinból tudsz már egy Fradit építeni tulajdonképpen. De ez a lényeg, a Star Pass, hiszen itt FC Mobile pontokat, ami fizetős tudsz, azt is ki tudod szedni, ez szerintem egy olyan kedvezmény, egy olyan ajándék, aki azoknak szól, aki elkezdték így az elején, a szezon elején a játékot, akik később fognak becsatlakozni, mikor már lejár ez a Star Pass-es prémium rész, akkor azok már beszívják, úgymond, hogy ezt értékeljük, ezt nyomjátok ezt a részt, mert ez nem szabad egyszerűen kihagyni, és a FIFA Mobile pontokkal szerintem spóroljatok, ne költsétek még el, nézzük majd meg logikusan, hogy mire érdemes elkölteni, lehet, hogy tovább lehet vinni egy következő prémium Star Pass, az lenne az igazán királyság, úgyhogy ezért mondom, hogy észre. Itt a nagy költéseket azért óvatosan. Rengeteget meg tudtam csinálni, elég a dumálás. Szedjük ki őket. Nézzük meg, hogy mi van a csomagban. Effekt már van, ez már nem rossz önmagában. Egy görög, hát ez egy védő. Ki lesz az? Nézzük. Mavropanos szedtük ki. Akár még kezdő csapatos is lehet, majd megnézem. Nem vagyok benne biztos. Talán, mintha jobb védőim lennének, de majd ezt megnézzük. Menjünk is át a klub részre, de itt még rengeteg minden játszható dolog van, azokat is meg fogjuk nézni. Igen, Tomori Fernando Hierro egyszerűen nem fér be, úgyhogy ez a része így most nem működött ennek a bontásnak, tehát nem tudtunk hasznosat bontani sajnos. És akkor pörög a meccs, 79. percben ide repültünk, és próbáljuk megnyerni, egyenlőre egy 1-0-ás vezetés. Majd egy jó kepa védés. Még gyakorolni kell a játékot azért, nem csak itt az IFC-ben is, mármint hogy a nagy játékba konzolom, mert pörög közben a Lego karrier, ha van kedved, akkor vagy nem láttad volna, mindenféleképpen nézd meg, mert Petivel nagyon jól éreztük magunkat, és majd fogunk is játszani az IFC Mobile-ban is szeretnénk, hogy jövő héten ez napirenden van, csak még fejlesztjük itt a csapatokat nagyba, meg hát gyakorolunk,
főleg azért itt az irányítás egy-két elemét erősen újra kell tanulni, akár a védekezésben is vannak újdonságok, meg a lövésben, mint azt tudjuk, ugye a pálvásák miatt, de azért így jól mennek a meccsek, főleg ezen a beginner szinten, amin ezen a kupa van, remélem majd lesznek nagyobb kihívásos kupák is. Ez sikerült megnyerni a bajnoki cím, a Bajnokok Ligája győzelem az az Arsenal, így, de nekem nem is ez volt a lényeg, hanem a questet akartam igazából teljesíteni, de az animáció az aláhírom menő. Nagyon jó. Na, majd a questeknél leszek kíváncsi. Ez tökéletes. Még neten is meg tud osztani a haverokkal. Ez remek. Na, nézzük a pakkot. Tokeneket kapunk, az igazán jó. Úgyhogy play again-nél mi a helyzet? És feloldódik a semi-pro, na ez mondjuk már valami. Rewardokban is többet kapunk. Jó, hát duplázódik a reward. Na, ez már jó, hogy így feloldódnak a szintek. Lehet, hogy ezt a semi-prót is majd megpróbálom. De most az a lényeg, hogy a turnamentért be tudom gyűjteni ismét a questeknél a jó cuccokat. Úgyhogy ez azért itt király, mert megint 5 milliárd gem landol a zsebünkben. A heti küldetések is úgy szintén teljesítődnek. Napi questek is, úgyhogy ez már így egészen barátságosan hangzik. Hát itt még sok gólt kell lőni. Egy versus attack, vagy head-to-head meccset kellene nyerni. A versus attackra amúgy szívesen rámegyek. Itt még azért a szintek, hát próbálkozok, amatőrbe vagyok, a head-to-headet az csapattam, ott már pro 3, meg a manager módban is pro 3, itt kellene még nyomni, de hát ez még nem a végcél, szeretnék sokkal-sokkal följebb jutni, legendary-ra minimum vissza szeretnék mászni, csak az idő lesz, mire megcsinálom, de látjátok itt is a csapatom miatt, ugye, ezt az alapján kapod, hogy milyen esélyeid vannak, hogy a csapatod mennyire jó. Egy nagyon jó csapaton nagyon jó esélyeid lesznek a versus attackban, egy rossz csapaton rosszabb esélyed, úgyhogy nem éri meg rossz csapattal kiállni. Ez az én keretem, ugye mindjárt nézzük az ellenfél keretét. Hát igen, igen, az meg egy ezüst csapat. Alig van benne aranyjátékos, úgyhogy emiatt számolta így ki a játék, hogy valószínűleg mi fogunk ebből győztesen kijönni. Ocamposszal már be is lövöm. Úgyhogy ez se lesz egy nagy kihívás. Azért bízok benne, hogy majd ezeken a legendary szinteken már sokkal izgalmasabb ilyen meccseket lehet tolni. Illetve majd egymás ellen, ugye? Az meg mindenféleképpen király lesz, és kivédi a kapust. Amúgy ezek a szabadrugások szerintem nehezebbek lettek. Jobban védenek a kapusok, és nehezebb odalőni a valkarot. 11-esnél is. Olyan simán fölé lőttem a 11-es, pedig ilyet még nem is csináltam. Kicsit megváltozott ez a része is. Legalábbis szerintem én azt tettem észre. A fejes az jó, 4-1-re vezetünk, ez azért eléggé kényelmes innentől. A beadás megint, ezek a lapos beadások is tök jól működnek. Szerintem itt is átteszem, izomból befejelni, ezek tök jó. Ilyen gyors akciókat lehet ilyen újfajta taktikákkal csinálni, hát ez sajnos nem ment be. Nézhetünk akár egy jó pálvásákot is. Az se rossz. Picit belassul itt a dolog, rázumul a kamera, de egyébként azért eléggé király. Hát van ideje az ellenfélnek elvenni a labdát, nyomsz egy pálvásátot, azzal érdemes vigyázni szerintem. Ezeket akarom kitanulni, hogy ezt hogyan érdemes csinálni, és akkor majd Petivel mindenféleképpen nyomunk itt is egy jó meccset. Az legalábbis a terv. Itt a 8-2. És már itt nincsen túl sok gond mellé, mert de nem is számít, mert előre lépdelünk, ahogy azt elterveztem, és haladunk a Pro 3 felé. Szuper! Menjünk vissza a menübe, még mindig ezeknek a questeknek a teljesítésével bajlódok, de most már nézzünk bele a többi eseménybe is, hogy ott mi a helyzet, hiszen itt is vannak még azért játékmód, challenge módban is van egy elég kemény championship challenge itt online, azért ezek elég durvák, jó sok gemér, Welcome FC cucc, itt is 50 ezer coint be kell dobni, de 150 ezeret nyerhetsz, hogyha megnyered, welcome pont. Úgyhogy itt meg lehet challenge-ezni, pörögnek ezek a részek is, van itt csomó minden, van ilyen laligás is, mert hogy hivatalos partnere az ilyen laligának, úgyhogy ez a része is tök jó. Na, úgyhogy ami fontos, hogy a csapaton fejleszünk valamit, mert ahogy láttátok, főleg az eleje a támadó részt, ezt érzem játék közben is, hogy elég gyenge. Bemegyünk a Welcome to FC Mobile-ba, itt azért vannak nagyon-nagyon jó cuccok, itt is lehet meccsezni, azért majd ajándékot kiváltani, meg minden ilyesmi, itt is csomó mindent lehet majd nyomatni, ahogy feloldódnak, ugye? De itt már a legelején a
speciális ajándékok résznél. Itt azért van ilyen vegyes felvágottas arabos, van franciás, van ilyen bundesligás pak, olaszos, spanyolos, premierliges. Ezek őrületesen királyok, és ezt szintekért cserébe tudod kioldani, úgyhogy ezt mindet meghagytam videóra, ez egy gigantikus nagy ajándék, akár 93-as játékost is beadhat, úgyhogy itt vannak arab ligából elég nagy nevek. Nézzük meg, hogy sikerül-e valakit ezek közül kibontani. Remélem, hogy nem egy nagyon rossz ezüstjátékos. Remélem, nem egy Kuipers 76-osat nyitunk ki, akit sikerült kiszedni. Hát ez óriási. Jó. Szerencse az kell. Nézzük a következőt. Francia Liga, Bappé, ez azért Dembélé, ezek nem meglepetés emberek. Tudjuk, hogy lehet nagyot bontani itt is. Nézzük meg. Ha effekt van, az már jó. Nincs effekt. Nincs effekt. Nagyon nehéz ezekből jót bontani. Oké. Okay. Bundesliga, itt azért a Harry Kane az felnyomta, lassú, de cserébe jól lő, viszont vannak benne magyarok, itt lehet Szoboszlait is kiszedni akár, ja nem, mert Liverpool, haha, majd a Premier League-ből, de mindegy, vannak jók ettől független Bundesligában is, én a Premier League-esre arra nagyon koncentrálok, mert azért rengeteg sztárfocista van. Olaszban azért durva, hogy max 88, tehát az arab ligában sokkal-sokkal jobbakat tudsz nyitni, de még a német is jobb, ez az olasz az nagyon gyengécske lett valamiért. Na mindegy, nézzük meg. Max 88-as jöhet, azért az se lenne rossz. 79, még mindig innen jött a legjobb, de ez is gyenge. És akkor a spanyol liga. Hát ott Bellingham, Oblak, Gündogan, Depay, de nagyon jó emberek vannak. A 92-esek azért nagyon beférnének a csapatba. Közelébe se vagyunk. Nem hiszem, az összes ajándék egy katasztrófa konkrétan. Utolsó. Premier League, és akkor itt vannak az igazi nagyágyuk, 93-as, Rodri, De Bruyne, ott van Rice, minden, minden. Szoboszlai. Nézzük meg. Én már nem bizakodok semmi jobban. Nézzük meg. Effekt, semmi, 72-es. Ez katasztrófa volt. Az összes ajándék egy hulladék volt. Konkrétan annyira jól néznek ki ezek a megcsinált képek, és annyira katasztrófálisan rossz a tartalmunk, hogy ez döbbenetes. Itt a kick-off részen belül lehet még egyébként játszogatni meccseket, ezeket is tologattam, csapattam, azért nem rosszak egyébként, és a végén itt is egyet bonthatsz, akár nagyon sok coinért, akár ikonokért, ezt majd le fogom tolni, itt azért vannak picit unalmasabb meccsek itt is, ez a New Challengers rész, ezt láttuk, ugye itt is meccsezni kell majd, vannak ilyen New Team részek, itt ugye pontokat lehet váltani, és a pontokat pedig becserélni ugye különböző ajándékokért. De mivel 150 pont az indulás, nem tudok elindulni. Nem tudok sehogy se elindulni, és a végén egy kiéza, ami amúgy jó lenne nekem a csapatba, azt szerzed meg, de egyáltalán nem tudok elindulni, úgyhogy ez a része is, ez egy nagyon nehéz rész, úgyhogy ezt hagyjuk is. Itt lehet még esetlegesen majd haladni előre, de hát itt is reklámokat kell nézegetni, meg minden ilyesmi, hogy bármit is ki tudjak oldani. Nézzük, 100 welcome pont, oké, okay, ez megvan. Nézzük a következő részét. Ezt már nem tudom kioldani, mert csak 110 ponton van, és ez 200. És itt rengeteg reward van, akár még stadion, meg játékos is, de közelében nem vagyok ennek se, úgyhogy vissza a New Team részhez, hiszen itt 100 pontot most kaptunk ajándékba. Erre rámegyek itt az elején szerintem. Egy támadó, az mindig jó jön a támadó a csapatba, de odáig még nem fogunk eljutni ebben a videóban. Nézzük is, 30 ezer coin egyenlőre, majd utána megint 150-et kell összegyűjteni. Elképesztően messze vagyok ezektől a dolgoktól. Itt rengeteget kell játszani, ez egész hónapban el fog tartani, mire itt bármire is megyek, úgyhogy nagyon nehéz egyenlőre jó csapatot építeni, mert jóformán ennyi volt a lehetőség. Szerintem direkt van így, amúgy leszabályozva, hogy ne lehessen ennyi jót nyitogatni. A Bajnokok Ligája játékmód, ez konkrétan kimerül egy tornában, a challenge módot meg már megnéztük, és jelenleg ennyiből áll a dolog, mert a play-en belül utána már igazából nincsen semmi. Bajnokság van, meg az online játékmód, úgyhogy picit nehéz előrelépdelni, a Star Pass adta a legkirályabb dolgokat, és az 5 millió meg a questeket kell teljesíteni, a questek azért most így kifejezetten fontosak, és akkor ez alapján lehet majd így fejlődgetni. A marketen nézzünk valamit, mert ez a klub, ez így borzalmas, mert oda legalább az RV pozícióba, ha még a puskásra elkezdünk összegyűjteni, ami azért
magában nagyon nehéz, de legalább az RV pozícióra kellene valaki. Úgyhogy menjünk is a marketbe, és nézzük meg, hogy mi a helyzet. Vagy a gemeket elbontjuk. Vagy azt tudjuk még csinálni, hogy az összes gemet. Az meleg azért. Menjünk be, ne ide, hanem a store-ba. Mert van 17 ezer gemem, abból lehet azért aprítani. Napi limit, az sajnos eléggé gyenge. 4-et tudok még bontani, tehát nem tudom a napi limites dolgot se felülbírálni. 86 ezer coin, és semmilyen jó játékos nem jön, és elpattant 5 ezer gem. Ami annyira nem is sok, mert most van azért miből, de ennyi volt. Ennyit tudtam gemből költeni, megint nem tudom így fejleszteni a csapatot. A bajnokok ligája pontokból igen, abból lehet egyet vásárolni, de itt is van egy olyan dolog, hogy akár beadhat 60-ast is. Nézzük meg, hogy kit ad be. 82-es Sancho, arra a pozícióra már van játékosom. Az lenne a jó, ha esetleg el tudnám adni, de egyelőre ebből se lesz túl nagy csapatfejlesztés. MyPlayers-nél tudsz ugye eladni játékost. A Rodrit is akár eladhatjuk, mert ez esélyt ad nekünk, mivel pados. Esélyt ad nekünk arra, hogy a puskást megvehessük majd, úgyhogy az nem lenne annyira rossz. Megpróbálom eladni, akit csak lehet. És akkor viszont a puskással meg egy nagyon nagyot húzhatnék, egy váratlant húzhatnék. Már olyan értelemben, hogy lehet, hogy valamilyen jó játékossal meg tudom lepni az ellenfelet. Marcos Llorente, itt azért vannak olyanok, akiket egyáltalán nem fogok használni. Nem csak, hogy most nem használom, nem is fogom használni a későbbiek során sem. Ezek azért jók, ezeket nem is tudom eladni, meg nem is akarom eladni. Az Ocampos az irreálisan sokat ér. Otamendi, de hát ezek csak 100 000-ek, azért ezek nem ilyen elképesztő mennyiségű coinok, úgyhogy ezeket nem tudom eladni olyan jó pénzért. Az exchange-nél, várjál, volt valami exchange, és ezt elfelejtettem, mielőtt itt mindenkit eladok. Itt volt egy player exchange, így van. Így van. Na nézzük, hogy itt mit lehet csinálni. Nagyon rossz játékosokat lehet betörni valami esetlegesen jóra. Na ez mondjuk egy jó pofa, ez kedves exchange, azért welcome a neve, indító exchange, 78-as. Ha el lehet adni, akkor amúgy örülök neki. Nézzük a következő adagot. És ezt csak kétszer lehet megcsinálni, tehát ez ennyi lesz, ami most nyílik, az a vége. Na, effektes! És vagy eladásra, vagy megtartásra ez jó lehet. Középpályás az nekünk jó. Etipák. Henderson, figyelj! Na, megvan az első arab a csapatba. Egy jó Etipák játékos. Megnézzük, hogy befér-e, mert én lehet, hogy úgy emlékszem, mintha egy CM-ben lehetne javulni. Úgy is van. A Fernandezünket kiszweppelhetjük, és akkor helyette hol van? Hol a srác? Nem, ott van Henderson, miért került le az aljára? Na mindegy, itt van, 83-assal, egy pontot tudtunk fejleszteni, figyelj, semminél az is több. Nem rossz ez így. Oké. És akkor most kellene azt meglépni, hogy megnézzük a store-ba, vagy hát ebbe a marketbe, hogy mi a helyzet. My order, és akkor begyűjtjük az összes coint, ez egy 3.800.000, 9.470.000, és akkor most a watchlisten megnézzük, és elvileg meg tudnánk venni a puskást, ami egy csúcsjátékos lenne szerintem, az brutál durva lenne. És akkor itt kíváncsi leszek, hogy tényleg működik-e a transfer, mert itt voltak rá panaszok, hogy nem úgy működtek, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, tökéletesen működik már szerencsére, hiszen megvan a Puskás Ferenc. Azt a minden ideke. Ennek most nagyon örülök, mert az elején egy puskásunk lehetett. Erről álmodtam régen, hogy a játék indításakor puskás lehet, és a Zapata már megy is le a süllyesztőbe, hiszen jönhet a Puskás Ferenc, és azért ez már önmagában nagyon durva, hogy mind bézlap 95-öset lő, és 89-es a futása, rengeteg trétje van, illetve természetesen tudjuk őt tréningelni, én ezt szeretném maxosra feltrénálni, ötösre, hogy aztán az a lövés, meg az a futás, az bizony még durább legyen, 99-es lövés, 95-ös futás, így megkapta a maxot. Ezzel a puskással szerintem aratni fogok, én nagyon-nagyon bízok benne, mert sokkal-sokkal jobb, mint a Zapata, ami volt. Aztán a padra itt már a jó játékosok
Hát azok elmúltak, nincsenek olyan jók. Vásárolni most már így a coinból egyre kevésbé tudok, mert 30 ezerünk maradt, amit teljesen lenulláztuk magunkat, és a MyPlayer-nél viszont itt nem tudok már nagyon eladni sem, mert ezek mind kezdőcsapatos. Di Marco, Sancho, ezeket tudnám eladni, de amúgy már mind kezdőcsapatosak, akik érnek valamit, úgyhogy ezekkel már nem tudok mit kezdeni. Viszont így is gigantikusat fejlődött a keret, 87-es lett az overall, de ezt hagyjál, mert az érték is felment már 36 millió coinra, és a nagy része az rendben van. Még a Tomori, a Capdevila, Henderson, meg az Ocampos lecserélése időszerű lenne, de a többi az amúgy okésnak tűnik. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót. Ennek a puskásnak eszméletlen módon örülök, hogy ez sikerült a végére megvenni. Ez számomra egy óriási nagy meglepetés, nem gondoltam volna, hogy össze tudjuk hozni. Legközelebb találkozunk a következő videóban, nektek is sok sikert az új játékban. IFC Mobile, ez egész jó lett. Sziasztok!